Sziasztok! Ez már a sokadik videóm, ahol bocsánat kell kérnem a minőség miatt, de tényleg az van, hogy reggel megyek dolgozni, vezetek másfél órát, és ez idő alatt így el tudom mondani, amit el szeretném mondani. Úgyhogy lehet, hogy lassan kéne vennem egy kamerát a kocsiba, meg egy mikrofon, és akkor legalább tudnék jó minőségben magyarázni a dolgokról. Akkor főcím is mondom. Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. Egy egész tenger. Híres ember. Első ezen a néven. Tegnap este fölmentem Twitchre, és azt láttam, hogy Benzőr Dáme élőzik, és Dancsóról van szó, meg valami 14 éves kisrácról. De arra, amíg néztem, egy pár percig néztem a videóját, hogy nem nagyon értettem, meg nem tudom, ez új vagy régi videó. Úgy amiket mondott, akkor azzal egyet értettem, de mondom, hogy nem láttam nagy globálisan az egészet. Aztán ma reggel fölkeltem, és az új videóm alá kaptam egy kommentet, hogy mondjam el a véleményemet Dancsó új videójáról. És mivel én azon a szinten vagyok, így 3000 feliratkozóval, amikor aztán tét nélkül csináltok bármit, hiszen nincs nézettség a videómnak, nincs nézettség, ha meg van, akkor meg van, tehát igazából tök nincs veszteni való, úgyhogy nyugodtan csináltok egy néző kedvéért akár videót, úgyhogy csinálok egy néző kedvéért videót, és elmondom a véleményemet, mert amúgy is jó elmondani erről a témáról, mert érdekes a téma. Reggel, amikor kávéztam, akkor megnéztem a Dancsó videóját, aztán, hogy ne legyek hülye a témából, megnéztem a kisrácról két videót, egyik ilyen új trukkó interjú, a másikat meg az Index csinálta. És aki nem tudná, annak elmondom, hogy az alap téma az, hogy van egy 14 éves kisrác, kicsit ez az ilyen szemüveges, fogszabályozós, ilyen kicsit okoskodós, ez a túl okos típus, de jó szándék, tehát jó szándékkal megy bele a dolgba, és beszél a polgármesterre, ha kátyút talál, a MÁV szakemberével, hogyha rossz a felirat a települése, az angol királynőnek egy levelet, tehát az az ilyen, tényleg ilyen kicsit ilyen az a típus, akit ugye bántani szoktak a bukott diákok, de tényleg jó szándékkal csinálja a srác. És a Dancsó meg neki ment. A Dancsó fikázta. Egy nem vicces videóban, mert a Dancsó videója egyáltalán nem vicces. Az, hogy eszi ott nagy kanállal a dinnyét, és akkor közben beve nyög egy-egy poént, nekem erről az jut eszembe, hogy amikor újságíró voltam, vagy tévénél dolgoztam, amikor az újságírók meg a riporterek már így elvesztik a motivációt, már így nincsen már kreativitásuk, és akkor a bevált sablonokat használják folyamatosan. Tehát valami bevált, tudja, hogy itt ez bevezetőnek ez a mondat, ez tök jó, és ugyanazokat ilyen favágásszerűen csinálja már a cikkeket, vagy a videókat, és ezt érzem a Dancsónál, hogy már tök nincs humora, hanem ilyen bevált módszereket alkalmaz folyamatosan. És nem jó a videó. Egyáltalán nem jó, és bántja a 14 éves srácot, nem is értettem, hogy miért, mert ha kisrácnak lenne egy YouTube csatornája, amire föl akarta a Dancsó hívni a figyelmet, de vagy nincs, vagy én nem találtam, nem tudom, lehet, hogy van neki, de úgy láttam, hogy nincsen. Tehát, hogy nem értettem, hogy miért, hogy a végén hátra lesz valami tanulság, de nem volt. És a legdurvább, hogy a végén a kisrác kimondta, hogy az internetet próbáljuk meg jóra használni, és az internet legyen a barátod, és akár használhatod arra is, hogy tegyél plusz jó dolgokat, ez egy tök jó üzenet, és ezt szeretném én is, és azt mondom, hogy ez a legjobb üzenete végül is itt a YouTube-nak. Erre a Dancsó azt mondja, igen, ez tök jó üzenet, és használd arra, hogy feliratkozol a csatornámra. A Dancsó, a komoly felnőtt férfi, ennyit tudott kinyögni. Tehát én bevallom őszintén, fölhúztam magam ezen a videón, hogy miért kell beleállni egy 14 éves gyerekbe. Pláne Dancsónak, aki a legnézettebb Magyarországon, tehát tudjuk, hogy 14-es kisrácot innentől kikezdik. Innentől a suliba mindenki bántalmazni fogja, mert látták a Dancsó videóját. És ha ezt reklámból csinálta, és föl akarta hinni a gyerekre a figyelmet, és azt szerette volna, hogy mindenki vegyen példát a kisrácról, akkor rohadt szarul csinálta. De ha csak simán cyberbullying, és simán azért csinálta, hogy egy 14-es kisrácot bealázom ország világ előtt, akkor baszd meg, Dancsó! De akkor tényleg baszd meg! Hogyha ez volt a cél, akkor egy köcsök fasz van. De ha meg nem ez volt a cél, akkor meg szarul csinálom. Szóval én azt mondom, hogy gyerekek, azért az interneten így is eléggé sok a bántalmazás. Az interneten így is eléggé sok fájdalom éri a gyereket. Miért kell ezt még tetézni? Miért kell egy 14 éves kisgyereket bealázni? És tényleg abból a szempontból
meg tudom érteni, hogyha én 14 éves lennék, akkor engem is irítálna a kisrác, hogy ki ez az okostás, hülye gyerek. De nem 14 évesek vagyunk. Felnőttek vagyunk, és tudjuk, hogy ez nem erről szól. És én azt mondom ennek a Peti gyereknek, hogy figyeljél, te ezt csinálod, azt mondom, hogy hajrá, csináld, ha úgy érzed, hogy te tenni szeretnél, tud, hogy szembeszélve húgyozol, tud, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok bántást fogsz kapni, te legyél kitartó, csináld, tedd szebbé, jobbá a világot, és hidd el nekem, hogy célt fogsz érni, és hidd el nekem, hogy a végén még sikeres is lehetsz. Abban, amit csinálsz, abban eredményes. Nem sikeres, inkább eredményes lehetsz. Tehát én azt mondom, hogy csináld, és ne vegye el a kedvedet a Dancsó, azért, mert ő egy faszparaszt, az nem azt jelenti, hogy akkor neked abba kell hagynod ezt az egészet. Úgyhogy én azt mondom, hogy csináljad, és basszus, az ember miért ne vállalhatna önmagát? Ez a kisrác ilyen. Akkor miért ne lehetne ilyen? Miért kellene magát megjátszani? Azért, mert a világ nem szereti az okoskodó embereket, azért, mert a világ nem szereti azokat az embereket, akik tenni akarnak, akkor miért kéne neki megváltozni? Tudom én, hogy sokkal menőbb az, aki belerúg a másikba, sokkal menőbb az, aki trollkodik, és aki oda-oda szól, de közben a világ nem erről szól. És a kisrác igenis csinálja azt, amit csinálni szeretne. Úgyhogy ennyi a véleményem, aztán lehet, hogy a végén kiderül, hogy az Dancsónak más volt a célja, kiderül, hogy én néztem be az egészet, akkor bocsi, Dancsó, hogy elköptelek a faszba, de ha nem derül ki, hogy más volt a sztori, hanem tényleg ez van, hogy te csak úgy unalmadva beláltál 12 éves vagy 14 éves kisrácba, akkor viszont fönntartom, hogy elköptelek a picsába, mert akkor fönntartom. Egy 14 éves kisrác, egy felnőtt, de basszus, hogyha még igazad is van, akkor se bántsál egy gyerekhez. Tehát normális van. Egy gyereket. De most tényleg. Tehát 14 évesen ő még kiskorú. Nem gyermek, mert 14 alatt gyermekkorú, de ő kiskorú. És miért bántalmazott egy kiskorú? Tehát, hogy ez így jó. Vagy nem tudom. Vagy hogy ebből hozom. Tehát ezt csinál nézettséget. A nézettséget az oké, csak na, és akkor most elmondom nektek így végszóként, hogy ezért vagyok elégedett a 3000 feliratkozóban, és én ezért nem szeretnék sok feliratkozót, ezt sokszor elmondtam, és sokan nem értik meg, sokan azt hiszik, hogy hantázom. Tényleg nem akarok sok feliratkozót, ugyanis a sok feliratkozó sok nyüggel jár. Tehát lásd, Dancsó nem csinálhat akármit, mivel neki van 1 millió feliratkozója, nem csinálhat egy olyan videót, hogy gyerekek, ez egy tök jó téma, és menjünk bele, és tanuljunk belőle, mert az emberek nem ezt várják tőle. És láttam olyan feliratkozót, hogy olyan videósokat 100 000 feliratkozója van, és amikor úgy visszamegy a nézettsége 5-6 ezerre, meg egy 20%-kal csökken a nézettsége, azonnal elkezd clickbaitelni, vagy olyan dolgokat csinálni, hogy visszahozza a nézettséget. Tehát át az egész ilyen kényszerbe, ilyen kötelező videózni. Nekem tök nem kötelező, tehát én holnap tőlem a csatornámat, az égvilágon nem történt semmi. Tehát nem volt akkora nézettségem, és nem volt semmi olyan, amit úgy sajnálni lehetne. És ez a lényeg, így maradhat hobbi. Úgyhogy én azt mondom, hogy ne akarjál sok feliratkozót, mert az iszonyat nagy nyűg. Az összes videósnál azt látom, amikor elér egy bizonyos szintet, akkor átmegy az egész ilyen kényszerbe. De ezt láttam most a fókuszcsoportnál is, tök dicsértem őket, de ezt láttam, hogy átment kényszerbe. Ezt látom a mindenkinél, hogy minél több a feliratkozó, annál izzadságszagúbb az egész csatorna. Én nem akarok izzadságszagú lenni. Többé nem akarsz már senkinek se tetszeni, most vagy csak magadnál, át lehet fedleni. A megfelelni akarás, csak ma szemem tárom, a kezem indul a szaladás. Ma szabad eszek, nevet kélek, mint egy kisgyerek. Hátradőlő, kikapcsolok, érzem, hogy ez így kerek.